Jack! Get him! Get a Yorkshire! Lőj a vadászra! Az Istenit! Az egyiket elintéztem, majdnem mindkettő az enyém lett. Uraim, ez itt Mr. Jack Kane, az Egyesült Államok titkosszolgálatától. Fiúk, jöttök nekem 50 000-rel, ha jól tudom. Értitek már, barátaim? A legerősebb marad életben, ez a fontos. Lám-lám, klassz játék ez, fiúk. Uraim, a Pentagram vadásztársaságra.
Jól van, apád se csinálhatta volna jobban. Bert! Hagyd békén azt a borjút, el fogunk késni. Gyere, hosszú az út New Orleansig. Larry bácsi számít rád. Tiétek, fiú. Hogy nézel ki? Piszkos vagy. Összepakolok, aztán jövök. Oké? Oké. Okay. Nagyapa, szólj neki, hogy siessen! A felnőtt csinos lány lesz. Igen. Anyád és apád is büszke lenne rá. Ne hibáztasd magad, Matt. Nem tehetsz a halálukról. Azt hiszem, igazad van. Jobb, ha sietünk, igaz? Mr. Richards beszédet vagy valami hasonlót mond a felvonulás? Azt hiszem. Mondd, miért kellett politikusnak mennie? Mert azokkal az emberekkel akart együtt lenni, akikkel felnőtt, hogy megszüntethesse az éhezést, a bűnözést, és jobbá tegye az életüket. Akkor kemény fába vágta a fejszéjét. Ne beszélj annyit, adj inkább egy pohár kávét. Tudtál ilyen előnyös képet csináltatni magadról, ha? Hello, srácok! Gyere csak! Szevasz, szevasz! Szevasz! Hogy vagy? Kösz jól! Igazán, ügyelsz a kondidra? Szia, Daisy! Szia! Örülök, hogy látlak! Csinos vagy! Mi csak szana! Hogy vagy, drágám? Ilyen egy csinos ifjú hölgy. Egy csomó szívet fog összetörni. Az biztos. Nézd meg a srácaidat, mit adsz nekik enni, Daisy? Bármit, ami a kezem ügyébe kerül. Oké, okay, kölyök, most mutasd meg, mit tudsz. Milyen teremtés vagy? Mutasd meg. Ez a mindenit. Mint Bruce kicsibe, mi? Igen, olyan, mint Bruce Lee kiskorában. Oké, mint egy igazi cowboy. Gyere, hogy. Daisy, még mindig te főzöl a legjobban az egész világon. Nem csoda, nagyapa, gyakorolhatok eleget ezekkel a srácokkal. Hé, hey, tanácsos, mi újság a politikában? Tudod, hogy van az Jimmy egy ekkora városban. Próbáljuk a rendszert megújítani, de nem könnyű. Néhány embernek túl jól megy a dolga. Drágám, nem ez a megfelelő idő ezt előhozni. Miért nem? Valaki az életedre tör. Kicsoda? Senki, csak a szokásos bajkeverők. Semmi komoly. Pentagram társaságnak nevezik magukat. Pentagram? Nézd, csak néhány telefont kaptam, ami hozzátartozik a játékhoz. De más semmi sem történt. Pohár köszöntőt mondanék. Iszom a jövőre. A jövőre, amit együtt töltünk, és amiben együtt dolgozunk. A jövőre, ami békés lesz az új nemzedék számára. Így nem követik el azokat a hibákat, amit mi elkövettünk. Helyes? Helyes. Ha? Helyes. Nos, indulhatunk a felvonulásra? Yeah!
szarára, sétálok egyet. Menj csak. Mindjárt. Igen. Larry, szállj le, beszélni akarok veled. Yeah.
nyugodj meg. Már nem lélegzik. Nincs pulzusa. Maradjon. Szép volt. Uraim! Az önvédelmi művészetek két kitűnő képviselőjét üdvözölhetjük körünkben. Jeb Wallace hadnagy, a vasember. Világbajnoki címvédője. És Lafayette város szülötte, Véj Delané! A megyei kendókupa győztese és Dél legfiatalabb szenátora. Mikor indulsz az elnök választáson, Wade? Nem sokára eljött. Uraim, velünk van ma este még valaki. Egy filozófus, katona, gondolkodó. A Hedley Corporation megalapítója. Bemutatom Elliot Glastonbury professzor. Gyere már! Az rendben van, hogy az öreg Charlie osztogatja a bókokat, de azért azt meg kell jegyeznem. Ez az a srác, aki még 21 éves kora előtt összehozott 2 milliót. Nagy tapsot kérek Charlie Lavalnak, már többen lennének ilyen. Köszönöm! Köszönöm, köszönöm, uraim! Köszönöm. Tudják, egész kicsinek érzem magam ilyen férfiak jelenlétében. Az amerikai férfiak mint a példányai. Büszke vagyok mindannyiukra, fiú. Kedves barátaim, honfitársaim, amerikaiak, veszélyes időket élünk. Őrültnek neveznek bennünket, mert szeretjük a hazánkat, mert szeretnénk túlélni az ország gazdasági összeomlását. Tudják, minek nézünk elébe. Tüntetések a város utcáin. Igen, már el is kezdték. Így van. A polgárok fegyelmezetlenek mindenütt. Kábítószeres vademberek. Homokosok. Nigger erőszaktevők. Igaz. Nyavajgó politikusok korlátozni akarják a fegyvertartást. A közép-amerikai komcsi gerillák északnak irányítják a fegyvereiket. Arra várnak, hogy átléphessék a Rio Grande-t, hogy rettegésben tarthassák anyáinkat, gyermekeinket, szomszédainkat, templomainkat. Először elfoglalják Mexikót, aztán mi jön?
Több mint 20 millió mexikói él csak Kaliforniában, Texasban és Arizonában. Mi lesz, ha úgy döntenek, hogy a mexikói népköztársasághoz akarnak csatlakozni? Mi lesz? Mi lesz? Aztán jön New Orleans! Igen, New Orleans! Chicago! Boston! New York! Nem. Nem, uraim. Az alkotmány ad rá jogot, hogy fegyvert hordjunk. És szent kötelességünk, hogy olyan hatékonyan tegyük, amennyire csak tudjuk, hogy katonaként védjük életünket és az amerikai életformát. És amikor ezek a sárgahasú liberálisok őrülteknek neveznek és oda akarják adni az országot harc nélkül az istenverte komcsiknak, mondhatjuk és meg is tesszük, hogy nemet mondunk! Nem! 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 Mi történt? Nem sikerült. Mr. Richards, nyugtatót adtam a feleségének. Szüksége van az alvásra. Köszönöm. Menjünk, nézzük meg a mamát, hogy van. Matt, ez a ház kulcsa. Menjetek haza. És érezzétek otthon magatokat, jó? Viszlát holnap. Hé! Tudom, hogy nem tudlak mivel vigasztalni. De szeretném, ha tudnád, hogyha szükség van rám, jövök, oké? Okay? Tudom. Tudom. Találom meg Hunter? Igen. Mr. Hunter ott van. Jó estét, uram. T.C. Cooper vagyok. Önnél kell jelentkeznem. Vigyen minket Richard székházába. Igen, uram. Takarítsák ezt el. Igen, uram. Disznó. Haló? Admirális úr, önt keresik. Matt Hunter. Matthew, te vagy ez? Igen, én. Reméltem, hogy be fogsz szólni. Larry el van keseredve? Hogy gondolja, hogy el van keseredve? Emlékszel még a házra New Orleans belvárosában? 2 óra múlva ott találkozunk. Nézzen utána egy csoportnak, akik Pentagramnak hívják magukat. Oké. Okay. Nagyapa, tennél nekem egy szívességet? Csinálnál a fiúknak kávét? Persze, Matt. Cooper, nincs dolga? De igen, uram. Gyere, Sarah. El kell mennem egy időre. Nagyapa, majd vigyázz rád. Reggelre visszajössz? Igen, reggelre visszajövök. Kapok egy puszit? Ne aggódj.
Igen? Oké, küldjétek be. Megjött Hunter. Hello, man. Örülök, hogy látlak, fiam. Szarmunka miénk. Ismered Wyatt tábornokot az elhárítástól? Charlie Cry, FBI. Charlie Cry. Uraim, Matt Hunter kapitány. Fiatal kora ellenére az egyik legjobb ügynökünk, aki valaha dolgozott az osztályon. Admirális úr, hogy lehet, hogy Larry Richards nem kapott semmi védelmet a titkosszolgálattól? Visszautasított. Százszor is figyelmeztettük a veszélyre. Mi ez a pentagram? Üljünk le. Maga is, Charlie. Valami titkos társaság ultrajobbos nézetekkel. A legerősebb maradjon életben, és más se félék. A jelképük egy ötágú csillag, egy pentagram. Szerintünk minden egyes csúcsa a társaság felső vezetésének egy tagját jelenti. Évek óta üldözzük őket. Hogy működik a társaság? Hivatalosan tisztességes kereskedők, de minden piszkos dologban benne van a kezük, amit csak el tudsz képzelni. Bármiben, ami pénzt hoz a mozgalomnak. Mi bajuk van Larryvel? Pár évvel ezelőtt a Pentagram társaság meg akart szerezni 4000 hektár vadvédelmi területet, hogy vegyi gyárat építsenek rajta. Larry megakadályozta. Az a baj, hogy nincs támpontunk, hogy kik lehetnek. Lehet egy csomó külföldi cég is egy egész sereg dörzsölt ügyvéd mögé bújva. Egy dologban vagyunk biztosak. Az öt kulcsfigura mind befolyásos üzletember, kitűnő washingtoni kapcsolatokkal. Biztos van mód rá, hogy lerántsuk róluk a leplet? Van is. Van egy gyengeségük. Igen? Micsoda? Van egy vadászegyesületük. Miük? Vadászegyesület. De nem állatra vadásznak, hanem emberre. Honnan tudták ezt meg? Több tucat megcsunkított holttestet találtunk a mocsarakban, és mindegyiket egy pentagrammal jelölték meg. Azt akarja mondani, hogy a pentagram azért hajtja ezeket az embereket a mocsárba, hogy vadászhasson rájuk. Pontosan. Ha a pentagram tagja akarsz lenni, össze kell mérned az erődet a legkeményebb és legügyesebb ellenfelekkel. Egy ügynököt kellene beépítenünk, aki le tudja győzni őket a saját fegyvereinkkel. Szó se lehet róla. Csak annyit kérünk, azonosítsd őket. Az embereink elvégzik a piszkos munkát. Túl kockázatos. Te vagy az egyetlen, akinek sikerül-e, Matthew. Nem tehetem. Csak azt vállalhatom, hogy megvédem Larry családját. Visszahívhatja a 24 órás őrséget. Vigyázok rájuk, amíg az ügynek nincs vége. Ez minden. Jól van, Matthew, köszönöm. Nos, elszúrtuk, fiúk. Az első eset, hogy a szervezet nem érte el a célját. Te vagy a felelős érte, Parker. Hihetetlen, Elliot. A négy legjobb emberünket vittem magammal, simán mennie kellett volna. Andrew, mindenki követel hibát. Semmi baj. Ez az idióta kiugrott a tömegből, és mindent elrontott. Idióta? A négy legjobb emberünket megölte Parker. Nézzük meg. Ő az? Igen, Elliot. A kormánynak dolgozik még? Nem, nem. Ahhoz túl fiatalok. Szerintem a négerpasas barátja. Szerintem ez az ember profi. Igen. Profi. Az nem vitás. Uraim, vigyük ezt a fattyút az erdőbe, és vadászunk rá. Gyorsan el kell intéznünk. Nehogy valaki azt higgye, kijöttünk a formából. Szervezd meg, ez úgyis a te ügyed. Megértetted, Parker? Igen, Elliot. Uraim, vigyünk Parkerre. Andrew?
Minden el van intézve. Kérem, kövessenek. Megjött a helikopter. Igen? Magát kérik, Mr. Richards. Majd én. Mindjárt jövök. Az ő dolguk, menjünk. Mr. Richardsnak dolga van, kikeresi. Értem. John Metzi vagyok a televíziótól. Érdeklődni szeretnék, hajlandó lenne Mr. Richards szerepelni az esti híradóban, hogy beszéljen a tragikus eseményekről. Sajnálom, de nem teheti. Egyez bele. Richards beszél. Szívesen bemegyek ma este, Metzi. Mikor? Találkozunk a stúdióban 5 óra körül. A hátsó kapunál várni fogja valaki, hogy simán bejuthasson. Ott leszek. Épp olyan jól tudod a csapda, mint én. Persze, hogy az. Akkor ne menj. A szolgálat majd elintézi. Brown admirális személyesen vezeti a nyomozást. Matt, megölték a fiamat. Személyesen kell elintéznem. Semmivel sem beszélhetlek le erről. Ahogy mondod. Menjünk. Indulhat. Mi történt? Nem hagyhatom itt magukat. Semmi baj. Vigye a gyerekeket a farmra. Holnap találkozunk. Azt kell tennem, amire utasítottak. Ez parancs, Cooper. Parancs. Fegyvered? Nincs nálam, hát neked? Mindent kidobtam. Akkor mi lesz? Ami máskor is. Rögtönzzük. Menj egyenesen 2 sarkot, aztán fordulj balra. Itt fordulj jobbra. Ez lesz az. Itt vannak. Hadd kezdjék ők. Vigyázz! Kifelé! Vigyázz! Thank you.
tudom. Á, francba! Az én bőrömre megy ki! El kell kaptunk! Utánuk! Utánuk! Induljatok! Ti itt maradtok! Most elkapjuk a szarházit! Thank you.
súlyos? Semmi gond, csak a karomat érte. Te meg vagy? Igen. Hé, mögötted! Mondd meg a barátaidnak a Pentagramnál, hogy hagyják békén Richardst, vagy még többen fognak fűbe harapni. Hé, kisapám! Visszajövünk érted! És a Nicker haverodért is! Matt, ki kéne szállnod ebből? Ez az én ügyem. A te ügyed az enyém is, ezt ne felejtsd el. Menjünk. Örülök, hogy megjöttek. Mr. Hunter, Mr. Richards, Kupa. Minden rendben? Csendes, akár egy vasárnapi kirándulás. Mi történt a karoddal, apa? Csak egy kis baleset, fiam. Semmi komoly. Örülök, hogy megjöttetek. Hol van Daisy? Odafent az ágyban. Ahogy elnézlek, neked is ott a helyed. Nincs semmi bajom. Felmehet, megnézem Daisy-t. Oké. Viszek neked egy csésze forró kávét. Köszönöm, édes. Gyere, fiam. Örülök, hogy megjöttél, Matt. Igen, én is. Emlékszel, amikor anyával és apával jöttünk ide kirándulni? Miről akartál velem beszélni? Nos, Larry bácsinak és nekem egy időre el kell mennünk. Valami üzleti ügyben? Nem, nem üzlet. Matt, miért akarna valaki egy ilyen embert, mint Larry bácsi megölni? Mert néha a politikában, Sarah, egyes emberek bármit megtennének, hogy gazdagok legyenek, és hatalmuk legyen mások felett. Larry bácsi ezt szeretné megakadályozni. Olyan emberek, mint azok, akik apát és anyát megölték. Igen. Oké, Matt, légy óvatos. Nagyon szeretlek. Én is szeretlek. Gyere, versenyezünk visszafelé, oké? Gyerünk! Tud a Pentagramról, Elliot! Egyszerűen kihívott minket. Jól van. Ez az ember teljesen őrült. Azt mondta, adjam át, hagyjuk békén, Charles, vagy még többen fogunk fűbe. Ettől csak megnő az étvágyam. Nem hagyhatjuk, hogy éppőrrel megussza, uraim. A támogatóink elveszíthetik a hitüket bennünk. Támogatóink? Szarháziak, mint a többiek is, mint. Jebnek igaza van. A legerősebbek maradhatnak életben, ez a lényeg. Ezért vagyunk mi az urak, és azok is maradunk. Miatta ne aggódj, Elliot. Az az ember tehetséges. Érdemes lenne beszervezni a mozgalomba. Nem érdekel, érdemes lenne vagy sem. Értesüléseim szerint felfogása a miénkkel szöges ellentétben áll. Tudod ki ő? Igen. Igen. Régebben társa volt annak a szarházi niggernek a titkosszolgálatnál. Biztos ez? Igen. A G6 tagja, az elit alakulatok között is az eliti. Ő pedig a legígéretesebb ügynökük, de kilépett, miután a szüleit megölte egy bomba, amit neki szántak. Megviselte az idegeit? Érzelmi okokból inkább, a kisugáról akart gondoskodni. Akkor ez a sebezhető pontja. Tudjuk, hol találjuk meg? Igen. Braxton mellett egy farmon, néhány mérföldnyel északra innen. Most is ott van. A niggerrel? A niggerrel. És egy egész falka titkosszolgálati ügynek kell. Nekem tetszik. Nekem is.
Azt hiszem, ez minden. Ez klassz, ez nagyszerű, Elliot. Igen, az. Parker? Igen. Parker. Igen. 11 embert vesztettünk el miattad. Nem az én hibám volt, Elliot? Ez az ember egy kígyó, igazi ördög. Igen. Jézus Mária, mit csinálsz? Elliot? Ne, ne, kérlek, ne. Szégyent hoztál a mozgalomra, Parker. Ne, 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 Elliot, mindent helyrehozok, kérlek. Elliot, ne hölj meg, kérlek, mindent helyrehozok. Kérlek, Elliot, mindent. Jézus Mária. Az ifjú Mr. Huntert a nagy vadászaton használjuk fel, uraim. Kérlek, kérlek, ne, ne hagyjatok, ne hagyjatok ki. Nos, uraim, itt vannak, az biztos. A titkosszolgálat embereivel van tele a farm. 4 a konyhában, 3 járőrözik. Hunter és Richards odafent alszik. Hol van a többi őr? Velük nem lesz gond. A vendégházban vannak. Oké. Mindenki tudja, mi a dolga. Kezdhetjük. Treff 8-as. Treff 4-es. Nézd meg, ha akarod. Hű, de hideg van odakint. A tűzhelyen van forró leves. Nem baj, ha megeszem? Hol vannak a többiek? Odakint. Mama! Papa! Jen! Papa!
Segítsd őt is! Visszamegy a Jeffért! Visszamegy a Jeffért! Ne! Larry, ne! Gyorsan! Imádkoztál, fiú? Itt találkozunk. Ne menjetek el innen! Jövök már! Itt vagyok! Önök érnek, Ria! Ötven rongyba fogadok, elveszítjük őt is. Majd kiderül. Hunter, a Pentagram vadásztársaságtól vagyunk, minket keresett, ha jól tudom. Igazán sajnálom, hogy ilyen kellemetlen körülmények között találkozunk. Hozd le. De élve. Nocsak, maga egész különleges fiatalember, ki érdemelte csodánket alatt? Engedd el, rohadt disznó, nem ártott nektek! Meghívást kapsz egy nagyszerű játékra. A húgod lesz a biztosítékunk, hogy el is jössz. Jobb, ha engedelmeskedsz. Legyél a Lafayette-tó partján mához 2 hétre. Ha elfogadod a meghívást, a húgodat is megtalálod. Teljes épségben. Ha bárkivel beszélsz erről... Nos... A képzeletedre bízom. Sok szerencsét. Thank you.
Micsoda romhalmaz. A legmodernebb módszereinkkel sem tudjuk megállítani ezeket a disznókat. Ami engem aggaszt, az a hírszerzésük. Úgy tűnik, minden lépésünkről előbb tudnak. Még mielőtt meglépnénk őket. De nem tudjuk, igen, hogyan. Hol követjük el a hibát? Bárcsak tudnád. Admirális úr gondolja, hogy Hunter és a húga még életben vannak? Ha nincs holttest, még van remény. De talán bennéktek a házban. Igen. A laboros fiúk majd átvizsgálják a romokat sűrűfésűvel. Figyeljenek. Először. Kutassák végig a teljes területet, hát ha Hunter itt van valahol. Másodszor, teljes hírzállatot akarok. Harmadszor, ha egy szó is kikerül erről az ügyről, a felelősöket főben vetem. Tíz napja, uraim, tíz napja, és nem találtunk semmit, semmit a világon. Szerintem Hunter és a húga életben van. Miből gondolja? A környéket centinként átvizsgáltuk. Holtestnek nyomát sem találtuk. Megvan már a labor jelentés a hamuról? Igen. Semmi. Talán a pentagramosok eltemették őket. Miért tették volna? A többi holtestet ott hagyták. Talán elrabolták. El tudja képzelni Matt Huntert, hogy hagyja élve elfogni magát? A fenébe, ha életben van, akkor miért bujkál? Épp elég jól ismerem Huntert. Azok után, ami a farmon történt, senkiben sem bízna. Még az ügynökségben sem. Szerintem valahol odakint van. Majd hallott magáról, ha eljön az ideje. Thank you.
Barna! A srác még él. $500,000. Annak, aki elkapja Huntert. Uraim, a nagy vadászat nem sokára kezdetét veszi. Nem találkoztunk valahol. Olyan magányosnak és elveszettnek tűz. Az én nevem Fifi. Talán segíthetek valamiben. Egy kislány keresek, 12 éves. Ha, 12, olala! Te igazán rossz fiú vagy, ez fáj. Sarának hívják, tudni akarom, hol van. Fogalmam sincs, nem tudom. Gyere utánom. Van itt egy új lány. Nagyon csinos. Árverése fogják bocsájtani. Azt kapja, aki a legtöbbet kínálja, érte? $500, érte? Kóstolhatod meg először, Sherry. Sherry? Voilà! Ott van. Matt, már azt hittem meghaltál. Jól vagy? Nem bántottak? Nem, de félek itt. Elmegyünk. Elmentek? Hogy gondolod, hogy csak úgy elmentek? Azt mondtam! Uraim! Fél óra múlva kezdhetjük. Menj innen! Tilos! Néz ki, vihar lesz, fiúk. Helyes. Az eső előtt csalja az aligátorokat.
csak egy kis víz. Érted? Itt nem találnak meg. Ezt tedd a fejed alá. Matt. Jimmy nagyapa meghalt. Igen. Jimmy nagyapa meghalt. Ah!
Sajnálom, hogy ez lett a vége. Imádkozz, hogy gyorsan végezzek veled. Próbálj meg. Gondolod, hogy van esélyed? Kijelélek! Most elkaplak! Véget, kölyök! Mindjárt ott leszünk. Mindjárt ott leszünk. Valaki menjen orvosért, gyorsan! Ez itt a húgom. Nagyon szeretem. Ha meghal, mindenki felelős érte, aki itt van a szobában. Csihessenek! Mi történt, Matthew? Ezek a Pentagram vadásztársaság tagjai, akiket már megöltem. Jeb Veles, Chuck Level és a csodagyerek Wade Delaney. Még legalább egy van hátra. Matthew, túllépted a hatáskörödet. A bizottságnak tudnia kell, kik ezek az emberek, mielőtt tovább lépnél. Megmondhatja a bizottságnak, nyalják ki a seggem. Tudom, hogy az istenverte liberálisok utálják a fasisztákat, de a tiszta igazság az, hogy Hitlernek igaza volt. Látnunk ki képességei voltak. Pár évtizeddel halála után a kommunistáké a világ, a határainkon várakoznak. Addig kell elintéznünk az átkozott komcsikat, amíg esélyünk van rá. Milyen más világ lenne most, mi? A terror eredményre vezet, ha csak nem hasonló terrorral találja szembe magát. Nehéz időket élünk. Figyelnek rám? A gyorsaság az utolsó ütőkártyánk. Egy fickó vár őre az előcsarnokban, uram. Meglehetősen szörnyen néz ki. Igen. Elnézést, uraim, nem tart sokáig. Szolgálja fel a kávét és a szigarokat. Még visszajövök. Igen, már itt is van, köszönöm.
Viszlát. Valamivel korábban ért ide, mint vártuk. Hihetetlen, igaz? Hogy van a lába? Még senkit nem érdekelt ennyire az egészségem. Köszönöm. Van még kettőnknek egy kis elintézetlen ügyünk. Menjünk a fegyvertárba. Magának 9 élete van, Hunter. A nagy vadászatot még senki nem érte túl. 10 millió dollár érdekelné? A Pentagram büszke lenne, ha a tagjai között tudhatná. A Pentagramnak vége, nincs tovább. Attól tartok téved, fiam. Ez még csak a kezdet. Terjed. Egyre terjed az egész országban. Mint a bozott tűz egy forró nyári napon. Igen. Akkor ki a vezetőjük? Ki a Pentagram 5. tagja? Az az érzésem, már soha nem fogja megtudni. Válasszon fegyvert.
Már túl van a krízisen. Mindjárt magához tér. Matt! Jól vagy? Igen, jól. Vigyáznom kell rád, emlékszel még? Nem fogsz magammal hagyni, ugye, Matt? Igen, megígérem. Jó sokat fog aludni. Mire felébred, már sokkal jobban lesz. Köszönöm. Igen, uram. Így van, uram. Dr. Jones szívót vágyak a 214-esben. Gratulálok, Matthew. Sikerült. Igazán? Igen. A nyomozás, amit a halott ügyei után folytattunk, kiderítette, hogy a szervezet szívét sikerült kitépned. De még van néhány megválaszolatlan kérdés, nem igaz? Igen. Például? Ki az ötödik tagja a Pentagramnak? Ki mondta el nekik, hogy a Richards család a Farmondon? Csak a maga osztálya tudott erről. A hírszerzésük nagyon jó volt. Az nem kétséges. Mire akarsz ezzel célozni, Matthew? Nem célozgattam semmire sem. De mondok valamit, admirális úr. Ha igaz, amit Glastonbury mondott, és a Pentagramnak nincs vége, még csak most kezdtek hozzá, szeretném, ha tudna róla, hogy én is. Én is. Thank you.